Katonai toborzás hirdette a tábla a kecskeméti repülőnapon. Itt az érdeklődők kipróbálhatták a katonalétet. Egy új szolgálati formát hívott életre a Magyar Honvédség, ez az önkéntes katonai szolgálat, aminek a népszerűsége hála Istennek töretlen. Több mint 400-an jelentkeztek eddig erre a szolgálati formára. Itt a repülőnapon is sok az érdeklődő. Nagyon jó lehetőséget kínál azoknak a diákoknak, akik nem nyertek felvételt valamilyen felsőoktatási intézménybe, és abban az időszakban, amíg jövőre újból tudnak jelentkezni, addig gyakorlatilag olyan dolgokat tudnak tanulni, ami hasznos lehet a számukra is, és hasznos a Magyar Honvédségnek is. A Magyar Honvédség szeptember 15-től egy újabb önkéntes képzést is indít. Most azoknak a fiataloknak, akik egy évvel halasztják a felsőoktatási tanulmányaik megkezdését, vagy pedig, ha csak egy rövid ideig is, de szeretnék kipróbálni magukat a katonai pályán. A jelentkezők a szolgálat után nem csupán katonai tudással, de a felsőoktatási felvételihez felhasználható többletpontokkal is gyarapodnak. A kormány támogatásával meg tudtuk azt oldani, hogy azok a fiatalok, akik felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni, egyetemekre készülnek, de előtte vállalják azt, hogy katonai szolgálatot letöltenek 6 hónaptól 12 hónapon keresztül, akár 64 plusz pontra tehetnek szert, majd a felvételi vizsga eredménye tekintetében. Fél éves honvédségi képzés után 32, még egy év szolgálat után a duplája 64 plusz pont jár majd a felsőoktatási felvételinél. Ahogy korábban, most is ideiglenes szolgálatot jelent az önkéntes katonaság. Ugyanakkor arra is van lehetőség, hogy a fiatalok a kiképzés után a honvédségnél helyezkedjenek el. A programba augusztus 31-ig lehet jelentkezni, személyesen a toborzó irodákban, vagy akár írásban is az online toborzó@mail.hu e-mail címen.